kis virág, mondta Magdolna, de nem találta el. Nem tudom, mondta Franciska, érthetetlen jel. Egyfelől nincsen kétség. Minden háromság egység. Tisztelt érdeklődők, kedves kíváncsiak! Fenti hangzatos kijelentés őseink holisztikus szemléletére irányítja a figyelmünket. Ebben a szemléletben a világegyetem fraktál szerkezetként jelenik meg, a háromság mint egység szerkezet ismétlődik léptéktől függetlenül. A kozmikus egységtudat, eredeti nevén köröztény tudat, az ókortól máig fennmaradt jelképeiből a magyar nyelv segítségével rekonstruálható. Következő előadásokban a fenti helytelenül ősvallásnak nevezett világszemléletet próbáljuk feleleveníteni. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és tessék a képet közelről nézni, mert a kép önmagában mindent elmond, én csak felolvasom esetenként a hozzátartozó kommentár. A holisztikus szemlélet írott forrása az ókorból, az a úgynevezett smaragdtábla, ami Hermes Trismegistosnak tulajdonított smaragdtábla, amin az a felirat van, hogy ami lent van, az van fent, ami fent, az van lent, hogy beteljesítse az egy csodáját. Tehát ez a úgynevezett holisztikus szemléletnek az első említése, amit képletesen így értünk, ami fent van, meg az ég lent, ami a föld, és ez a kettő összetartozik, egymástól el nem választható, vagyis egy. Ilyen értelemben a tér és az időt ugye a földhöz kötjük, hiszen a föld forgásából és keringéséből számítjuk az időt. Ez a két pólus, amik között a téridő képez átmenetet, ez nem más, mint az élő valóság. Tehát a fraktalitás jegyében az általános érvényű háromság mint egység szerkezet az, ami a Földön és a végen ugyanúgy léptéktől függetlenül megtalálható. Egyébként a rendszerelmélet szerint a három elemű, hármas kölcsönhatású rendszer a legkisebb a rendszerek között, amely az eredőjével együtt képez egy egységet. Az alábbi képen az látszik, hogy ez a téridő-idő háromság párba állítható az energia, információ, anyag háromsággal, illetve a bál, boldogasszony és föld háromsággal. Később ezekről bővebben. Tehát ez egy fraktál szerkezet, amit magyarul önhasonlónak mondhatnánk. Tehát ez a Szent Korona fraktál szerkezete és a rajta található jelképek egyaránt a készítők holisztikus szemléletéről vallanak. Ez a szemlélet a valóságot háromsági egység szerkezetének látja és láthatja. Tehát az anyag, energia, információ háromsághoz hasonló téridő háromság a Szent Korona szerkezeti jellemzője. Három része a koronának, felülről kezdve a forgatható kereszt, ami az idővel van kapcsolatban, a csüngők a térrel, függőként a függőleges irányt jelölik ki. Erre fordulok jobban. A másik, a harmadik pontosan a téridő megfelelőjeként a párta. Hogyan lehet az időt a térben megjeleníteni? Ez egy nagy kérdés, de ehhez dr. Balogh Sándor javaslata igénybevételével juthatunk közelebb. Tehát a magasabb dimenziókat úgy tudjuk például elképzelni, hogy a 3 XYZ koordináta egy-egy végpontjáról egy újabb merőleges kell állítani, hogy mondjuk a 4. dimenziót elképzelni tudjuk, amely itt látható piros pontvonallal jelölt merőlegesre gondolok, és ez a helyzet, tudom, mennyire látszik, ott is látszik, igen, tehát erről van szó, hogy ez egy merőleges irány arra az egység vektorra nézve, amely
azt is jelenti, hogy bármely ilyen egységvektor végére ugyanezt megismételhetjük, más szóval egy érintő síkot képezünk egy ilyen pontban, amely érintő síkok összessége egy gömbfelületet alkot. Egész röviden tehát a gömb a negyedik dimenzió megjelenési formája a térben, és így a gömb, a főkörökkel jellemzett gömb, az látszik itt alul például, ami azt is jelenti, hogy ezeket a végpontokat félkörökkel, negyedkörökkel összekötve kapjuk azt az előbb említett gömbfelületet a főköreivel, viszont ha egyenesekkel kötjük össze, azok háromszögek lesznek, és egy oktaédert kapunk a végén, és ha megszámoljuk ezeket a közös pontokat, 7 darabot találunk pontosan, és így a térnek és az időnek ezek szerint 7 közös pontja van. Ha pedig ezt síkba vetítjük, akkor kiderül, hogy a tér egy egyenessel, az idő pedig egy körívvel jellemezhető síkban. Most a korona teste ugyancsak három részből áll, pontosabban a pántok a tér, az abroncs az idő, a párta pedig a téridő, azaz az információ, amely információ így szól, hogy minden egy megfelelője. Ez itt követhető, hogy a pártát közelebbről szemléljük, látjuk, hogy félkörökből és háromszögekből álló elemek vannak egy ponton keresztül kapcsolódva egymáshoz, vagyis hogy a tér és az idő megjelenítése, itt a félkör a kör, az az idő, az egyenesek pedig a tér megfelelői, a közös pontok száma itt is 7. Vagyis a Szent Korona koronán belül a háromság egysége nevét a párta rejti, hiszen a kijelentés úgy szól, hogy a tér és az idő egymástól el nem választható, tehát egy, röviden, akkor ez a maga az egy. Így több irányból érkezik célzás, úgymond a párta elemek a Borbolla János felismerése nyomán tudjuk, hogy egyiptomi mértékegységeket tartalmaznak, olyat, hogy kettős könyök, láb, hüvelyk, tehát ezek ízek, és ezek a csuklók is ízek, tehát a köríztán háromság is kiolvasható ebből. Boldogasszony fogalmakhoz kell visszanyúljunk, az együttállás jelensége ad erre magyarázatot. Mi az, hogy együttállás? Ezen a képen láthatóan a Föld ellipszis pályája van ellipszis formában kirajzolva, amelynek ugye két gyújtópontja van, az egyikben van a nap, ami áll, mert hogy a nap egy álló csillag, és ehhez képest a második gyújtópont már mozgást is felmutat, vagyis a bolygó közös súlypontját képzeljük a második gyújtópontba, a bolygók pedig ugye mozognak, vagyis élnek, és így a bál mellett ennek a neve az, hogy bél. A föld pedig a ábrán láthatóan a nyári napforduló időpontjában ezen a hossztengelyen kap helyet, amely a hossztengely ezek után a három pontot foglalja magában, ezt hívjuk együttállásnak, és ez volt őseink rekonstruált világképe az ellipszis a két gyújtóponttal, amely ugye fejlettebb, mint a heliocentrikus világkép, ahol csak a napról van szó, és nincs szó a második gyújtópontról. Most a bálatok asszony hogy lett boldog asszony? Talán a kép alapján mi is beláthatjuk. Együttállás, tehát a két gyújtópont közös tengelyen a Földdel a téli vagy nyári napforduló időpontjában. Itt most vízszintesen látjuk azt a hossztengelyt, az ellipszis nagyobbik tengelyét, rámerőleges az ugye rövidebb. A bal oldalon az egy
felirat mellett az első gyújtópont a nap, mellette a másodikban ez a precessziós kúp helyezkedik el, ami ennek a ferde föltengelynek, amit az előbbi ábrán láttunk ebben a helyzetben, így látszik ennek a kúpnak az alkotójaként, ez 26 ezer év alatt egy kúp felületet rajzol ki, amit precessziós kúpnak hívnak a mai nyelven, és hát ez örök időktől igaz asztrofizikai fogalom, és egykorú neve Báltok asszony volt, hiszen ez a tokforma itt megjelenik ennek az ivókürtnek a kialakítása, pontosan ezt célozta, hogy ezt a kettőt, amely egy tengelyen van és így összetartozik, így ábrázolták, hogy van egy állat, amely jelenleg itt egy oroszlán, ugye a nap állata, már csak ebből is kitalálhatjuk, hogy ő a nap, és ez a tokforma pedig, hát a, amit kürtnek is mondanak, valóban erre emlékeztek. És ennek a precessziós kupnak az oldalnézete az a latin X, vagy a rovás B jelére emlékeztet, vagy abban azonosítható, ugyanúgy a felülnézet az egy körforma. Most a Föld, mint idő, hordozó jele itt jobbról látható, nem más, mint egy kör, és benne egy András kereszt, vagyis ennek a keresztnek megfelelően mondhatnánk, hogy ennek a kúpnak a felső, a felül és oldalnézete egyszerre. A továbbiakban itt balról egy másik ivókürtöt látunk, de most szarvassal. Tehát elfogadhatjuk azt, hogy ez a ál fogalom, ami ál, vagyis a nap jelképe, egy állat, amiben megint csak ugyanez a gyök található, és a bél az a precessziós kút, kürt vagy tokforma. Állat jelkép van közelebb, ha a nézőpontot megválasztjuk, és így a szarvas nézve közelebb van az állat, vagyis a nap a Földhöz. Mikor van közelebb a nap? A Földhöz. A téli napforduló időpontjában, nem? És akkor ez a karácsony megjelenítése egykoron. Ugyanez ezen a Hindúság templománál a szemöldök gerenda a kapuzat fölött oroszlán fejű sasmadás szarvasokkal. Miből van kettő? Az a két szarvas, az tulajdonképpen nem két szarvas, hanem egy szarvas két oldalnézete. Itt jobbra lent látunk egy régről ismert mezopotámiai leletet, ami egy raszkapos van egy virágzó fa mögött, és jól látható, éppen pontosabban nem jól látható a raszkapos, és hogy ez egy síkbeli ábrázolásnál hogy oldható fel ez a problémát, úgy, hogy a két oldal nézetével a hátsó helyzetben lévő jelképet oldalról nézve, itt is oldalról nézve, tükörképpen ábrázolják, ami azt jelenti, hogy ez a kettő egy vonalban van egymás mögött, ami elől van, azt jól látjuk, a másikat két oldal nézetével látjuk. Tehát itt például a sas előtt van valamelyest ez a állat, mert a farka az idézőjelben előtte vonul végig, tehát az állat van közelebb, mint itt is, akkor ez a karácsony az időpontjának megfelelő pillanat. Síkbeli ábrázolásoknál a hátsó helyzetű állat jelkép két oldalnézetével jön elő tükörképpen. A hátsó helyzetű nap, egyes gyújtópont, sugaraival körülveszi, öltözteti a hozzánk közelebb eső kettes gyújtópontban lévő boldogasszony, amely boldogasszony helyén növény is lehet. Tehát középen látunk napba öltözött boldogasszonyt, ilyet többet is ismerünk. Mi van akkor hátul a nap, tehát távolabb van, ez akkor a nyári napforduló. És nagyon érdekes, Rajasztánban talált rám Arad Éva erre a képre, itt egy arc van
amely láthatóan napsugarakba öltözik, de itt az arc egy érdekes pödrött bajusszal és egy ilyen holtsarlókszerű állal van kiemelve, ami más súg számunkra, már pedig ez a női minőség, vagyis a boldogasszony, vagy pontosítva a Babba Mária jelképe, ez a holtsarló, hiszen azon ábrázolják általában. Tehát még egyszer, ez a tér és idő egysége újfent, csak a napba öltöztetés így is elképzelhető. Visszatérve a magyar varrottasokhoz, ott is ez a ferde egyenes, két egyenes kúpszerű kéztartásig van, akár a Mikska kancsókon látható fejfedő is ugyanilyen kúpalakot formált, és több helyen ugyanezt felismerhetjük, tehát ez a kúpalak, akkor a boldogasszony, az állat pedig az előbb említett módon a nap, és akkor megint létrejön ez a dualitás, ami közös tengelyen van, vagyis az egység. Tehát a Szent Korona és az egy, bocsánat, és az egyén hasonló szerkezetű, mert itt az előbb említettük a precessziós kúpot, amelynek a tengelye pontosan a kígyó vagy sárkány drákó csillagképre néz, és így az előbb látott Miska kancsó tengelyében ugyancsak egy kígyót találunk, tehát az azonosítás ettől fogva már könnyebb. Ennek felel meg az emberi test részeként a nyakon körbe forgatható fej, mert ha minden jól megy, körbe 23 fokos dőlés szöggel a nyakunkon a fejünk körbe forgatható. Tehát leképeződik az a mozgásforma, ami a precessziós kúpot idézi elő, és így a koronánk tetején ez a három gömbben végződő kereszt ugyanígy körbe forgatható, és minden korona az északi sarkcsillagra irányították a koronázás időtartamára, amely a két pont között kapcsolatot teremt, jellemzi ezt a háromságot, színekkel jól megkülönböztethető. Tehát például a torok, gyomor, bél. A mélyhangrendű gyomor, a mélyhangrendű nyak az, ami áll. A magas hangrendű, amelyik mozog. Ilyen értelemben a bél mozgása az éjjel-nappal történik. A tenyér új köröm, a köröm állandóan nő, tehát az idő ehhez köthető. A torok, száj, nyelv. A nyelv az, ami mozog. Tehát konzekvens módon a magyar nyelv megőrizte ezt a világszemléletet, és így a tarkó, nyak, fej, háromság is ide sorolható. És az agy talán az egyre hajaz. Hogy honnan jönnek ezek a szavak, hogy bál és bél? Hát ez döbbenetes, nagyon egyszerű. A B rovás jelet, ha nem ismeri valaki, itt jobbra fönt láthatjuk. Tehát a világ szemlélet az nem más, mint a tér birtokba vétele. Az első lépés a kezdőpont, vagyis az origó kijelölése. Az ugye egy fix pont, ami áll. A második lépés az elsőhöz képest mozgó pont kijelölése, ehhez már az időt is figyelembe vagy használatba kell venni. Erre azt írhatjuk rá, hogy ez él, vagyis mozog. És a kettőt a tér, vagy az éter köti össze, ami egy háttér gyakorlatilag. És a B-vel jelölt gyújtópont, ami áll, mert hogy mellé kell írjuk, ha már itt kijelöltük ezt a két pontot, hogy ez melyik-melyik, és ha mellé írtuk azt is, hogy B-vel jelölt gyújtópont, ami él, egy idő után megmondjuk ezt végig elmondani, és azt mondjuk, hogy áll, mert hiszen a B az nem más, mint a rovás
ez az X nem más, mint a rovás B-jele, és ezt hozzáolvassuk az, ahhoz, hogy ez áll, tehát röviden bál, és röviden bél. Ez a szakzsargonban megengedett közelítés, tehát vegyük ezt tudomásul, hogy ez is magyar termék. A tér és az idő egy központú, tehát egy. Tehát itt a pantokrátor kép keretezésén látjuk ezt viszont, mert itt a szimmetria viszonyok ezt diktálják, hogy ez a zölddel jelölt, pontvonallal jelölt átlós kereszt, ez a gyöngyre nézve mutatja a szimmetriát, míg a, rosszul mondom, a másik a fontos almandin cseppekre nézve mutatja ezt a szimmetriát, itt a két csepp így lesz szimmetrikus, ha erre a dátlóra vesszük a szimmetriatengelyt, míg a úgynevezett György kereszt, a visszites függőleges tengeri kereszt a gyöngyökre nézve mutatja a szimmetriát, és a kettőt egy központúnak látva és láttatva ismerjük fel, hogy ez a kettő akkor egynek tekinthető. Ugyanígy a jelképek az egy megszemélyesítését szolgálják. A háromság jelképeit az egy antropomorf megfelelőjével, Jézussal szoros kapcsolatba hozva. Tehát ilyen értelemben Jézus a napfiúként a nap jelkép megfelelője. Az élő fa, amit itt látunk, kettőt is, dőlésszöge gyanús, hogy a 23 fokot eredményezi, tehát ebből a babba fogalomra gondolhatunk. A trón pedig érdekes módon a tér gyököt tartalmazza, vagyis ő a harmadik elem, és így Jézus a három egységeként az egyet jeleníti meg. Erre ő tett utalást, én is az atya egyek vagyunk, hát én ezt így értelmezem. Tehát az atya szerepkörében Jézus az egy földi mása. Milyen formájú kövek vannak a Szent Koronán? Végignéztem, és van itt, kérem, sok minden, alulról kezdve négyszög alakúak, derékszöggel, ugye. A hegyes szög, ami a háromszögben van, az akkor az időhöz csatolható, a derékszög, a 90 fokos szög, ugye a három dimenzióra jellemző, az a térhez. Van viszont szívformájú is, amely szív, nagyon érdekes, szimmetrikus szív, a valóságban nem fordul elő az ember szívesebb szimmetrikus. Itt viszont arról van szó, hogy ezek körívek és egyenesek. Tehát a téridő egységéről tanúskodnak, tehát téridő jelképek. Ugyanígy tovább a 8 szög alakúban a 45 fokos szög jelenik meg, tehát az is a téridőhöz csatolható, ez a tér, ez pedig az meg az időhöz. De a ruházat jeleit nézzük, ugyanezeket fogjuk megtalálni. A csepp alakú is például a téridő, van ellipszis, meg kör, ezek nyilván zölddel jelölve az időjelei, és a szívformáira visszatérve megint a téridőhöz jutották. Vizsgálatásaink nyomán megállapítottuk, hogy a Szent Koronát a háromság, mint egység, fraktál szerkezet jellemzi. Tér, idő és téridő háromság összesen öt dimenziót ölel fel. Tér és az idő egysége a ötdimenziós valóság minden pontjára igaz. Röviden, minden egy. Analógiás gondolkodással ismerhetők fel az egyes szerkezeti részek, elsősorban a formájukról, majd elrendezésükről, mint síkban, mint térben. A közös tengelyre hozott három szereplő együttállás a háromságot, mint egységet hivatott megjeleníteni. A Szent Korona naprendszer ekliptika arányosan kicsinyített mása. Holografikus filmnek is tekinthető, amely előhívás után egy plusz dimenzióval ajándékoz meg bennünket. Holografikus film sajátossága még, hogy bármely apró darabjából az egész képet lehet előhívni, így a nem odaillő darab kiszűrhető. Szent Korona osztengein felsorakozó háromság sérül. Harmadik, hátsó helyzetű zománszképen eredetileg Babba Mária képe kellett legyen, földi idő képviselőjeként, szemben a jelenlegi buzánci császár képpel. Hát,
ez balra lent az a bizánci császárkép. Az eredeti nagy valószínűséggel Csomor Lajos hozta a képét 30-40 évvel ezelőtt, a Kuli triptihonról, itt látható, bocsánat, és ezen érdekes módon az eddig jól görbülő fa, mintha kiegyenesedne, Mária nem ül a trónon, hanem áll, de nem is áll igazán, hanem előre dől, és hát körülbelül 20 fokot biztosan dől előre, tehát így értve az a háromság most úgy áll össze, hogy a bál, ami eddig a nap volt, ez most nyilvánvalóan nem lehet jelen, de huncut módon ebben a álló helyzetű Máriával, aki amúgy a női minőséget képviseli, egyszerre mind a kettő, és a tenyér az a tengely szóval mutat rokonságot, amely a tény szóval is újfent rokon, a tény az az információ magyarul, és erről később, hogy ez a téridő, köszönöm, az egyszerre az információ tároló helye, ez a második gyújtópont, és vegyük akkor még egyszer előről, hogy a bál, bél és föld, tér, téridő, idő, nap, boldogasszony és babba, amely babba egy rövidítés, a bál béljének belsője, három szó rövidítése. Ha pedig a jelképeket nézzük, alul a téridő és a téridő jelképei vonalas formában is itt látható. Ha pedig azt gondoljuk, hogy a világnézet az valami nagyon elvont dolog, hát nem, mert ezt a világot pontosan három irányból lehet nézni, szemből, oldalról és felülről. És ilyen értelemben a világmodellek is ebbe a három csoportba sorolhatók. Ez például egy szemből nézeti világmodell, a tavaszpontból nézve, balról van a nap, a bál, jobbról a bélgó vagy bolygó, hogy erre még egy utalás legyen, a bál láb van itt lecsupaszítva, és a bélből, köldökéből indul a báltok, tehát a bél és a báltok láthatóan ugyanak. Tehát mondhatnánk, hogy a Szent Korona és a királyság azonos ideológiai alapon áll, összhangban van. Mert ha a király ismert képét veszük szemügyre, amelyben itt például Szent István király látható a Túrószi krónikából, a naprendszert mintázza, azaz egyszerre bél és bál, a kezében egy jogar van, a körgyök látszik előtűnni megint, és milyen szögbe tartja ezt a jogart? Hát 23,5 fok körüli szögben. Bal kezében mi van? Ország alma, tehát az álgyök, az alma szóban is jelen van, ami hát egy kinagyított pont szó szerint, hiszen ez a tér középpontja, és ő így egyszerre mind a kettő, és a trón, ami ül, az hogy néz ki? Pontosan úgy, mint egy három dimenziót illusztráló dobogó, és ez is a szerepe. De érdekesség, hogy ugyanezt megtaláljuk, ezt a felosztást a sakkfigurákban, amely sakkjáték láthatóan egy ősi ötdimenziós világmodell, és ebben oktatták az ifjúságot, a világ szemléletüket ebben mélyítették el, mert a jogar az a futóval azonosítható, hiszen a futó a idő megjelenítése, és a jármódja a futónak ez az átlós lépdelés, a sakkban a bástya függőlegesen és vízszintesen tud lépni, a ló a lóugrásba megy, hát az a föld, mert az ellipszis pályán lóugrásban lehet így közlekedni, bocsánat, nem már megint elugrott lóugrásban. És a király és a vezér, megint nagyon érdekes, a vezér az
akár nyolcat is tud lépni, ő a mindenséget képviseli, de a király meg az egységet, a számosságot, a király csak egyet tud lépni ugyan minden irányba. Tehát a középpont hordozza az információt. Itt még egyszer közreadom a jelképeket, amelyek egymásnak megfeleltethetők. A háromság megszemélyesítéséről annyit, hogy ez a Pice a zsinaton vette kezdetét az a félreértelmezés, amely nyomán a Köristenből, vagyis a Húristenből, amit mi Atya Úristennek mondunk, és itt az Atya után kívánkozik egy egyenlőségjel, mármint hogy az Atya az egyet képviseli, és az Úristennel azonosítható, de később már az Atya úgy látszik leköltözött a háromságba, és így lett belőle Atya Úr, és a maradék Isten névre hallhat, tehát így a zöld idő, mint olyan, a női minőség ebből az új háromságból hiányzik. Következő kérdés, milyen keresztény volt szak magyar? Egy perc. Ha elment egy templom előtt, keresztet vetett, miért? Mit jelképezett a keresztvetés? Hát gondoljuk el, bál, az a vál, két vál, ez a tér megfelelője, a bér és a fej, pedig az időtengely, és ha a középpontot elképzeljük, az az egyén középpontjával egybeesik, tehát deklarálva azt, hogy az egy és az egyén ugyanaz. És mit jelképezett a templom? Hát ha elgondoljuk, hogy van egy kapu bálvány, és bérletes kapu, bocsánat, amely bérletes kapu volt íves, és a templomnak tornya is van, ugyanezt a háromságot itt is felfedezhetjük. Hát lehet találgatni, hát én megmondom, a jelző nélküli keresztény nyílik a magyar kereszténységre. Ez nem vallás volt, hanem világszemlélet, keresztény tudat, amiben a háromféle rezgés és a háromféle mozgás megfelelőjét összetoltan Körisztény, hasonlás után Körösztény névvel illették, aminek csak a 19. századtól keresztény a neve. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Mi is köszönjük. Engem már más nem ér, csak az, ki jól megfigyel. Így aztán érthető, a titkokat nem mondom el.